Júniusban Szántó Dávid sportriporter felhívást intézett a nézőkhöz, hogy október 2-án szeretné lefutni a 42 kilométeres Budapest maratont, amihez társakat keres. Erre a felhívásra jelentkezett Janicsák Enikő dabasi lakos is, aki a későbbiekben került be a Dávid futása című sportrealitybe. Azon nézőink kedvéért, akik nem ismernének téged, mondanál pár szót magadról? Janicsák Enikőnek hívnak, és Dabason lakom, és egy jó ideje foglalkozom a futással és más sportokkal. Én a futás mellett pilates és body art órákat tartok itt Dabason, de leginkább a futás az, amit magamért csinálok, a tornákat azzal pedig a többi embernek szeretnék segíteni a mindennapjaikon. A csapatban Szántó Dávid és Enikő mellett még hárman szerepeltek. A 4 hónapos felkészülés során 2 edző is támogatta a kis csapat munkáját. Ők mennyire volt kemény a követelményrendszer, amit ők elvártak tőletek? Judit volt az, aki az edzéstervünket összeállította. Marci inkább a lelkiekben próbált ránk hatni. Kemény volt, sok edzést kellett megcsinálni, tehát volt olyan hetünk, amikor 6 futóedzés volt az edzéstervben. 3 hetes ciklusokból állt a felkészülés, és mindig a 3. hét volt a legkeményebb, és a 4. hét volt egy ilyen pihenő hét, amikor kevesebbet mentünk, de azért oda kellett tennie magát az embernek, és megmondom őszintén, nekem is volt olyan, hogy nem biztos, hogy annyira volt kedvem elmenni, de... Én viszont azért maximalista típus vagyok, és hogyha nekem előírtak valamit, akkor én azt úgy csinálom, ahogy le van írva. A Budapest maratont évről évre megrendezik, melyet 42 kilométeres távját Budapest legszebb részein áthaladva teljesítik a futók. Ebben az évben is több mint 3000 álltak rajthoz. A célba érkezettek, az élmény mellett egy éremmel is gazdagodtak. Maraton hogy sikerült, hogyan készültél rá fejben, milyen érzés volt elindulni, illetve hát befutni a célba? Hát ez a hét már, vagyis hát a múlt hét nagyon nagy izgalommal telt, mert nekem az utóbbi 1 hónapban volt egy izomgyulladás a lábszáramban, és emiatt azért aggódtam, hogy sikerül-e teljesítenem ezt a távot. Úgyhogy a héten mondom, végig idegeskedtem, és gyomorgörcsöm volt egyfolytában. Aztán így szombat délutánra, szombaton voltunk ezen a tésztapartin, ahol az összes futó, aki nevezett, az összegyűlik, tésztát ettünk, beszélgettünk, és utána ilyen hihetetlen nyugodtság telepedett rám. Ez kitartott egészen a rajtig, szóval engem is meglepett egyébként, mert mindig nagyon szoktam izgulni. Úgyhogy eldörrent az a bizonyos rajtpisztoly, és hát hihetetlen volt. Tehát annyi ember, aki ott összegyűlt, és csak hömpölygött a tömeg, és tehát ez hihetetlen érzés, és nagyon nehéz is egy olyannak elmesélni, aki ezt nem élte át. Sajnos Bencének, az egyik csapattársunknak fel kellett adni a versenyt, mert elkapott egy vírust, és többször meg kellett állnia. Sajnos a verseny során, úgyhogy olyan 10 kilométer körül ő ki is állt. A többieknek mindenkinek sikerült befutnia. Nekem nagyon-nagyon jól ment a futás, és holdpont nélkül sikerült teljesíteni. A hosszú távfutás nem egy egyszerű feladat. Minden futónál elérkezik az a pillanat, amikor már talán nem bírja tovább, az a bizonyos maratoni fal. Mindig beszélgettünk erről a maratoni falról, ami ugye 30 kilométer fölött azért megszokta találni a futókat, és én vártam, hogy mikor jön, mert amikor voltunk a Szelidító futóversenyen, ott jött, és nagyon nehéz volt rajta átmenni, nehéz leküzdeni ezt, de most valahogy nem érkezett el, és én nagyon-nagyon jó hangulatba futottam le a versenyt, egy nagyon nagy élmény volt számomra ez, és hát megvalósult végre ez az álmom, hogy teljesítettem a 42 kilométert. Tudsz-e arról, hogy a városból indultak-e még a maratonon? 3 emberről biztosra tudom, hogy elindult és célba is ért, mert néztem az időeredményeket. Cira Tamás Nép Anni, aki a legjobb eredménnyel ért be a dabasiak közül. Én voltam a második, és ezen kívül még Körmöci Zoli és Németh Laci, akik sikeresen teljesítették a távot. Azt szokták mondani, hogy aki egyszer lefutotta, az úgy gondolja, hogy
10 perccel később, hogy na, akkor mehetünk jövőre is, te is így vagy vele? Biztos, hogy fogom teljesíteni még a távot. Általában közben azt szokták mondani, hogy soha többet, és mit keresek itt, és hogy lehetek ilyen őrült, hogy ide beneveztem. Most erre sem gondoltam a verseny közben. Volt mellettem egy futó, aki ultratávokat teljesít, és vele 30 kilométer után végig arról beszélgettünk, hogy milyen versenyek vannak, és tanácsokat adott, hogy mire lenne érdemes még jelentkeznem, és nekem meg is mozgatta a fantáziámat. Maratont is biztos, hogy fogok még teljesíteni, félmaratont is, és szeretnék ettől nagyobb távokra is menni majd. Mi gratulálunk, és reméljük, még találkozunk veled ilyen versenyeken. Köszönöm szépen!